Üdvillő módon mindenkinek! A hétvégén megrendezésre kerül Batonyán a Vidéki Tech csatornák közönség találkozója másodjára is. Természetesen mindannyian jelen leszünk, kivéve magad uramat, ő most nem fog tudni jelen lenni, viszont helyette fog jönni egy meglepetés vendég. Ott fog majd kiderülni, hogy pontosan ki ő. Természetesen készültünk megint mindenféle fajta földi jóval, amit csak elbírtok képzelni. Hát a témakörök, robotlámpák, erősítők, 3D nyomtatás minden mennyiségben, különböző technikák, és természetesen az inverterek sem maradhatnak ki a sorból. Konkrétan az Eigen Kft. A fő támogatók is jelen lesz a rendezvényen, és ők fognak biztosítani egy iGreen 6 kW-os kettős konverziós modellt, amit ott együtt be tudunk üzemelni, meg tudjuk nézni, hogy az hogyan működik, mindenki felteheti a kérdéseit, akár beállításról, akár bármiről legyen szó, és annyira jó fejek voltak egyébként iGreenék, hogy még egy 40 ezer forintos kedvezményt is tudnak biztosítani minden jelenlévő embernek, aki a helyszínen adja le a rendelését bármelyik iGreen márkás modellre. Tehát nem a helyszínről kell elvinni az invertert, nem kell megérni, hogy nem tudja majd hazavinni, elég, hogyha a rendelését leadja, és már a 40 ezer forint kedvezményt már meg is kapta. Automatice, amit ott rendel a helyszínen. Úgyhogy lesznek nagyon érdekes programok, rengeteget fogunk szerintem megint beszélgetni, tavaly is nagyon sokat beszélgettünk egyébként mindenfajta témakörbe, és természetesen lesznek sorsoláson különböző tárgyak. Nagy valószínűséggel az EcoPutyu videójában már láttátok, hogy ki mit ajánl fel. Én is felajánlok egy kihajtogatható kis napelemet, egy 100 wattos, mindenféle csatlakozóval ellátott példányt, és természetesen az itt látható kis mini szélerőművet is, ami egy valódi erőműről lett mintázva. Nem én mintáztam, hanem én is letöltöttem valahonnan, tehát a direkt linket be fogom tenni a leírásba egyébként, hogy honnan töltöttem le, tehát bárki más is utána építheti. Viszont ezt a példányt, amit én itt már kinyomtattam, ami egyébként forogni is tud, tehát nem csak így egy helybe állni, ezt valaki meg fogja nyerni a jelenlévők közül. Amit tudni kell egyébként a modellről, az, hogy egy törpefeszültségű kefés motor van benne, és alapvetően teljesen üzemképes. Üzemképes alatt azt értem, ha kitesszük szélbe, minden probléma nélkül elkezd forogni, tehát ugyanazokkal a tulajdonságokkal rendelkezik, mint egy valódi szélerőmű, de alapvetően jelen pillanatban egy USB tápellátásról akár el is tudom indítani, és egy ilyen nagyon kellemes kis lassú fordulatot tud felvenni, ami nem gyors, tehát mondhatni a valódi fordulat számon forog, illetve hogy ez kicsit gyors, azok nem szoktak ilyen gyorsan forogni ezek a nagy szélerőművek, de viszont nem pörög annyira, mint egy ventilátor, teljesen zajtalan, hát asztali dísznek szántam egyébként. Szóval ezt valaki haza fogja majd vinni. Természetesen szétszedem, és ugye úgy fogja tudni hazavinni, hogy semmi baja ne legyen. Én ott leszek. Ti ott lesztek? Vidéki Tech csatornák közönség találkozója 2. Május 31. Szombat. Batonya, Főutca 112. Akik ott lesznek? EcoPityu, Ordasi Gábor, Magaduram, MHV Tomi, Mikrobi, Mikrosilver, Robokaland, Walter Rave és Retromania. Jegyvásárlás és info vidékikötőjel tech.hu.